Kislánykoromban nagyon sokat utazgattunk a családommal. Hát, a szüleim mindenképpen. Én valójában mindig csak Montanáig jutottam. A hatalmas legelők államáig, a gazdálkodók otthonáig, Custer utolsó állásáig, és néni kémik Ednáig. A szüleim minden egyes nyáron az ő házában hagytak engem, míg ők tovább utaztak az ország izgalmasabb részeibe. Nem az volt a baj, hogy nem szerettem Ednát, de semmi más nem csináltunk, mint lekvárt főztünk be, és mikor készen lettünk, előről kezdtük az egészet. A hosszú magányos nyarak alatt megszerettem a művészeteket. Naphosszat ültem a tornácon a rajzalbumommal. Ez kissé enyhítette a magányomat és a szomorúságomat. Rajzolás közben szabad voltam. Ott teremhettem, ahol akartam. Távol a lekvártól. Lerajzoltam a környezetemet, amit egészen új szemmel láttam. Ám nagyon hiányzott egy igazi játszótárs, egy barát, akivel beszélgethetek. Aztán egy szép nap megtörtént. Jól emlékszem, mikor megismertem. Melyik az igazi? Magyar hangok. Huszárik Kata. Hujber Ferenc. Mezei Kitti. Lux Ádám. Zene Jay Bateman. Fényképezte Gene Salvatori. Már. Készült Natalie Prado színdarabja alapján. Száj! Nem bírom már tovább. Most meg mire készülsz? Én is készítettem egy műalkotást. A forgatókönyvet írta Stephen A. Lee és Kevin Lawrence King. Hé, ne nyújj hozzá! Ez itt egy műremek, érted? Ez itt az orrod, ezek a gyönyörű szemeid. Megjöjjesz! Abby! Rendezte Ryan Little. Abby, itthon vagy? Segítened kell! Hé, ez lehetséges! Tudom, de nem láthat meg nálam! Jól van, jól van! Ne feküdjek az ágy alá! Nem látod a kitűzőmet? Ryan azt mondta, nem mehetek vissza nélküle. Megint elvesztetted? Gőzöm sincs, mit láthattam annak idején ebben a sunyi kis csúszómászó féregben. Azt hiszem, a szemet tetszett. Hé, mind dolgozol? Semmin. Na persze, hiszem, ha látom. Jessica. Na, ugyan már, Abby, mutasd meg. Na jó. Ó, száj. Dögös. Nem véletlen, hogy nem mutatod be. Na jó, ennyi elég volt. Hányszor mondjam még, hogy ideje lenne már egy saját kiállítást csinálnod? Nem is tudom, még nem állok rá készen. Valamit nem szabad halogatni. Gondolod? Talán igazad van, de a végén még elkésem a suliból. Szia! Hol hagyhattam a névjegyemet? Vidd az enyémet! Múltkor is az volt rajtam. Igen! Még néhány nap is ez a szépség kigördülhet. Gratulálok el, régóta bütykölgeted. Köszönöm. És hogy állsz ki vele a ház elé? Az ajtónát? Te tudod.
Ó, apám, ez nem fog menni. A szürrealizmus definiálhatjuk a tudatalatti irracionális művészeti kifejezéseként. Mit mond Neumann az 52. oldalon a szürrealizmusról, amit mára feladtam? Gyerünk, valaki. Ugye van olyan, aki elolvasta, amit feladtam mára? Miss Morrison. Nos, azt állítja, hogy a szürrealisták szerint az álmaink épp oly valóságosak lehetnek, mint az ébrenlétünk. Igen. Többek közt azt is állították, hogy az univerzum csak annyira valóságos, amennyire érzékelhető. Míg mások, amiket nagyon valóságosnak érzünk, valójában súlytalanok. Mint a dolgozataink? De nem, Mr. Andrews. Azok valóságosak. A magáé például egy igazi kettes. Kérem, kérem, készüljenek az órára! Professzor úr, én azt hiszem elnézte a jegyemet. Nem, Mr. Andrews. Maga hibázott, amikor felvette az órámat, azt gondolva, hogy potya jegyet szerez. Igaza van, de nekem jó jegyekre van szükségem. Erre előbb kellett volna gondolnia. Marad a kettes. Nem ez a legjobb napod. Én csak nem fér a fejembe ez a pszichoszürrealista baromság. Nem baromság. Szóltál? Azt mondtam, nem baromság. Honnan veszed? Ó, jeles. Elnézést, nem tudtam, hogy szakértő vagy. Most már tudod. Fejleszthetnéd a kommunikációdat. Ne! Ez már a harmadik ilyen volt. Szombaton minden könyv 50%-kal olcsóbb. Nick, tisztában vagy a fejmagassággal? Nem, az ott jó lesz. Gyere le és kísérj el, kigondoltam valami kevésbé megterhelőt. Nem látom a névkártyád. Utálom ezt a fickót. Parancsolj, egészségedre. Köszi szépen. Jessica késésben van? Szóltál, hogy a kitűzője nélkül ne jöjjön vissza. Így van. Ennek 4 órája. Biztosan azóta is keresi Ryan. Kedvellek, Abby. Őszintén. Ezt azért mondom, mert tudom, hogy Jessica a lakótársad, és szükséged van rá. Mire akarsz kiukadni, Ryan? Ki akar időt rúgni, mert nincs meg a kitűzője? Ez tisztán üzletpolitika. Ráadásul a vásárlók 76%-a szívesebben beszél olyannal, akinek neve is van, drágám. Tudom, hogy mindig kiállsz mellette, ezt meg is értem. Így ma túlórázol. Hogy? Csúcsidő van. Ryan, alig vannak az üzletben. Ez teljesen mellékes. Ne, hogy ő a könyvrészlegen van, én a kávézóban, mi közöm hozzá? Vitatkozni akar? Nem, de hogy én csak... Ryan, figyelj, ma este van az évfordulóm a barátommal, haza kell mennem vacsorát főzni, és ezért... Szeretném, hogy hazamenj. Tényleg. De azért, ha a barátnőd egy átjáróháznak tekinti a munkahelyét, valakinek felelni kell. Megértettél? Teljesen. Jó. Ezeket rendezd egy sorba. Rendben. Elnézést, üdv a Bordersben! Nem tudod véletlenül, hol találom a művészeti analfabéták kézikönyvét? Azt hallottam, tele van képekkel. Talán az ifjúsági részlegen. Remek, ez jó, kedvelem a humorod. És esetleg rendelsz is valamit, vagy csak idegesíteni akarsz? Rendben. Lássuk csak. Csoki sajtortát kérek. Rendben, kérsz mellé kávét is? Ahogy őszinte legyek, félek, hogy bele fogsz köpni. Bölcs vagy. Nem kedvelsz igazán, ugye? Félelmetes, vág az eszed. Abigail. Elég bizarr név. Csak Abby. Nos, legyen szép napod. Sajtorta. Igen, igaz. Hol kódorogtál? Napszemüveg! Mi? Ó! Oh.
Rendben. Kész is. Fenébe! Tessék, papírtörlő! A pulton maradt. Nem. Ez rajtam van. A felülbe. Helyzet van. Nem tetszik, mikor ezzel a szóval kezded a beszélgetést. Emlékszel az unokatesomra, aki idejött a szemeszterre? Nos, emlékszem, hogy említetted, de... Akkor kapaszkodj meg. Meghívtam vacsorára. Hogy? Ne, Jess! Elnézést. Tudna nekem segíteni abban, hogy hol találok könyvet a hímzésről? Hogyan hívhattad meg őt pont ma estére? Maga nem egy eladó? Úgy festek, mint egy eladó! Ne szólhatsz ki velem, Jessica! Jó fej a srác, ígérem. Bevallom, nem számítottam rá, hogy összefutunk itt, és nem tudtam kapásból hazudni neki. Jött azzal, hogy elmehetnénk egyszer vacsorázni. Én meg azt válaszoltam, hogy miért is ne hűsz és mersz engem. Aztán felvetette, hogy mi lenne, ha ma este lenne az az este. Én meg csak... tudod, hogy nem tudok nemet mondani. Nem, Jessica, nem! Ma van az évfordulónk! Szájnak készítek éppen vacsorát, sajnálom. Úgy sajnálom. Nincs meg a mostani száma. De persze még sétálgathatok a kampuszban, hát ha összefutunk. Ne, tudod mit? Na jó, tulajdonképpen jól van. Ne stresszelj! Átjöhet vacsira? Igen. Átjöhet vacsira. Kösz, szia, Abby. Rendben, szia. Szia, Ryan. Boldog évfordulót. Ezek gyönyörűek. Hát neked hoztam. Köszönöm. Nagyon jó az illatú. Ugye nem készítettél vacsorát? Mert hogy igazán nem kellett volna. Igen. Nem is. Elkezdtem, de Jess felhívott, és közölte, hogy meghívta az unokabátyját vacsorára. Na de ide. Az évfordulónkon. Tudom, sajnálom. Nem, semmi baj. Mármint valójában jó is. És te nem bánod? Hogyan már? Hogyan haragudhatnék épp rád? Dehogy. Figyelj, tudod mit? Elmegyünk és megünnepeljük. Jó. Jó, elmegyünk moziba. Elmegyünk moziba, és megnézzük egy romantikus filmet. Szereted a szirupos filmeket. Imádom. Ismerlek jól. Köszönöm. Merjünk szembenézni saját kísérteteinkkel. Ó, ez a szar. Abby! Igen? Nyomd el! Tudod, mi különbözteti meg Ryant a pápától? Úgy a pápának csak a gyűrűjét kell megcsokkolni. Na jó, mesélj, mi történt. Ma kirúgott. Ez nem lehet igaz. Nem, azt mondta, ha megvárlak, akkor nem rúg ki. Gőzöm sincs, mit láthattál benne annak idején. Tudod, néha szeretném, ha olyan barátom lenne, mint Saif. Na jó, ő sosem rúg neki téged. Fogalmam sincs, mihez kezdjek? Fölveszem! Valahogy állást szereznem. Akkor mielőbb néz új meló után.
Mondani mindig könnyű. Tessék, most nagyobb szükséged van rá. Ó, honnan szerezted? Száj hozta. Száj? Ó. Na jó, de ne cikízd. Tudom, hogy nincs túl jó ízlés a színek összeválogatása terén. Nem emlékszem, hogy valaha kaptam volna a barátaimtól virágot. Soha. Hát, kivéve a karmolós Ryan-től, amikor tavaly megcsalt azzal az ócska áruházi eladó csajjal. Mintha önimádó Ryan is küldött volna egyszer, nem? Ja, csak is azért, hogy aztán hetekig felemlegesse a dolgot. Ráadásul ez akkor volt, mikor a folyton budin üldögélő Ryan-nel randéztem, úgyhogy nem számít. Nem is értelek, olyan sok fickó futkározik a világban, hogy eddig csupa Ryan-nel jártál. Ez a keresztem. Jövök! Halkítsd le! Szia! Szia! Gyere be, Abby vagyok. Okay. Örülök, hogy megismertelek, egy kicsit késésben van. Rendben. Szia! Hello. Ez meg ki? Ó, nem az unokatesód? Ő biztosan nem az. Bocsánat. Szia! Megan nem itt lakik, ugye? A szomszédban. 14-es szám. Igaz. Nagyon örvendtem. Én is. Szia, haver. Jó mulatást. Szia, Jess. Szia, bátyó. Abigail, ugye? Abby. Igen. Ti ismeritek egymást? Ja, már találkoztunk. Igen? Mikor? Ugyanarra a személyiségfejlesztő órára járunk. Aztán, amikor ma betévedtem az üzletbe, hogy könyvben... Miért ne? Lemaradtam valamiről? Igen. Nem. Este megöllek. Hát, gyere csak. Üljünk le. Nos, mi ez a pizsama? Ne kérdezd. Értem, szuper jó a pizsid. Ma kirúgtak. Micsoda? Az egomániás főnököm azóta ki akart rúgni, hogy szakítottam bele a múlt hónapban. Hadd találjam ki... Ryan? Ismered? Csak egy megérzés volt. A csodába. Nem fog eljönni velünk, George. Azért kérdezzük meg. Drágám, miért nem hozol be magaddal valamit, mint például hozd be azt a pulykát? Igazad lehet. Kimond nemet egy pulykának. Ahó, Abigail! Hát, Mrs. Morrison. Ó, szia, Jessica. Apa, anya, nem vártalak titeket, valami baj történt. Hát, mi jól vagyunk, nem igaz, George? Ki ez a jóképű fiatalember? Az unokatesom Finn. Nagyon örülök. Üdvözlöm. Apa, anya, mégis mit kerestek itt? A temetőbe készültünk. Tudod, feldíszítjük a sírunkat. Feldíszítik a halottaik sírját az ünnepre? Jaj, nem, drágám, a saját sírjainkat díszítjük. George a 20. házassági évfordulónkon megajándékozott egy sírhelyjel, és olyan elhagyatottan kint a temetőben. Aztán a 25. évfordulóra bevésettük a nevünket. A közepén az el, hogy Morrisonék egyik oldalon, hogy Mary Louise, másikon, hogy George. Hogy örökké együtt lehessünk. Ó, kicsim. Szóval kijöhetnél velünk az idén? Nem. Igen, gyere, sosem jössz el. Azért, anya, mert nem akarom feldíszíteni a szüleim sírját. A szüleimmel, mert az egy temető, senki sem tiltakozik. Nem tudna, kicsim, mint halott. Jaj, mutasd meg neki. Na, hoztunk egy pulykát. Clinton és Jessica is eljöhetnének velünk. Megtisztelő, de én nem igazán tudok jól díszíteni. Abigail is ezt mondja, pedig egy igazi kis művész. Senki sem akar sírókat díszíteni, mert írtó morbid, bocsánat. Meg fogjátok bánni, ha nem jöttök el. Nos, ebben az esetben el kell jönnöd Jessica-val és Abigail-lel a hálóadás vacsorára. Nemleges választ nem fogadok el. Elhiheted, ha én mondom. Hát, ha nem leszek útban. Nem hívnálok, ha így lenne. Anya, beszélhetnék veled egy percre. Biztosan tudom róla, hogy nem ér rá hálóadáskor. Miért? Nem mondott volna nekünk igent, ha programja lenne. Igaz? Akkor meg is egyeztünk. Anya, nem akarom, hogy eljöjjön. Nem akarom, hogy eljöjjön. Ha közbeszólhatok egy kicsit. Milyen jó modorú fiú. Talán az lesz a legjobb, ha inkább mégsem megyek el. Nos, nem ő hívott meg, drágám, hanem én. Elmentünk, várunk titeket hálaadáskor. Apa, kérlek, segíts, segíts, apa! Apa! Nagyon örültem. Még 5 perc? Rendben. Kész is vagyok.
Mi lesz, pattogatott kukorica? Most viccelsz? Főzöm, leszűröm tejet és vajat adok hozzá. Ó, ügyes volt. Köszi. Öt lépéses vacsi. Furcs neki. Ez csak három. Felmondod, megeszed, eldobod. Szóval milyen a közös órátok? Egész jó. Mármint, ha nem sikerül átmennem a vizsgán, akkor búcsút intetek a jogi felvételimnek. Ó, Abby korrepetálhat. Nagyon jó tanár. Nem, nem az. Hisz az akarsz lenni. Nincs annál jobb gyakorlás, mint egy igazi diákot tanítani. Ő taníthatatlan. Remek diák vagyok. Szót se róla. Nézd, akut ajánlok. Felkészítesz, hogy ne bukjak meg. Cserébe nem megyek el a vacsorára. Na nem. Inkább eltöltök veled és a szüleimmel négy keserves órát hálaadáskor, mint a tanításoddal egy egész szemesztert. Rendben. Mi lenne, ha visszaszerezném Jess állását? És nem mennék el a hálaadásra. Nagyon kell az állás. Ez az utolsó javaslatom. Nem, ez meg az én végleges válaszom. Na jó. Tudod mit, Abby? Igazad van. Már így is épp elégszer segítettél rajtam. Köszönöm. Nos, akkor felmegyek az emeletre, és összepakolok. Ne aggódj, reggelre el is húzom a csíkot. Jess. Semmi baj, mindig is vágytam rá, hogy kipróbáljam ilyen a híd alatt aludni. Na jó, Jess, megértettem, jó. Na figyelj, visszaszerzed Jess állását, nem jössz el a családi vacsira, és... Akkor tanítalak. Kinek a szülei dekorálják a saját csírjukat hálaadáskor? Engem tutira adoptáltak, édes Istenem! Jól betettem magamnak azzal is, hogy ezt az idiótát kell korrepetálnom. Rendes rác vagy, nem? Nem tudom. Megkedvelted? Pont, mint egy migrént. Ugyan már. Segítségre van szüksége, cserben hagynád. Igen, mert ellenszenves. Azt hiszed, hogy tanárként nem kell majd ellenszenves diákokat is oktatnod? Nem, tanárként csak is szimpatikus diákjaim lesznek! Ida gyere! Néha te is ellenszenves vagy! Meddig meredünk még rá? Ha? Úgy látom, ismered a dörgést erre felé. Mégis mennyi ideig kell ezt nézni, hogy ne nézzen senki egy nagyképű Stone-nak? Nos, erre nincsen egy egyezményesen kitalált idő. Csak engedd, hogy magával ragadjon, amit a művész közölni kíván. Olyan, mint egy tás spagetti. Na jó, lehet, hogy neked igen. Képzeld, én mást látok benne. Fettuccini, tényleg. Mindent kifigurázol, amit nem értesz. Téged sem figuráztalak ki. Nézd, csak annyit mondok, hogy... A 10 éves húgom jobbat festennél, ha álmából felkelt. Mihez képest? Ennek az a lényege, amit kivált belőle. Belőlem éjséget vált ki. Ha azt akarod, nézd úgy, mint egy tál spagettit. Érezted? Volt köztünk valami. Seggfej vagy. Te is érezted, nem igaz? Nem mondd, hogy nem. A szüleid jó fejek. Neked talán. Ezt hogy értsem? Nem te nőttél fel velük. Nem akarsz mesélni? Nem ismerlek annyira, hogy elmeséljem az életem. Aha, ugyan már. Nem láttam őket sokat. Téma lezárva. Akarod hallani az én életemet? Őszintén szólva nem. Ugyan már. Én például bűvésztanonc voltam egy cirkuszban. Szóval, nincs kedved vacsorázni? Azt hiszem nincs, de köszönöm. Miért? Van már programod? Lehet. Mi van? Gondolom, ezzel a pokróc természettel biztosan nincs sok randit. Rengeteget randizom. Tulajdonképpen most is egy randira megyek innen. Komolyan? Igen, ne csodálkozz ennyire. Hogy hívják? Úgy hívják, hogy semmi között hozzá. Egyből gondoltam. A neve Száj. A Simon rövidítve. Mindig ilyen szemét vagy. Én inkább őszinteségnek hívnám. Nos, Mr. Andrews, van, hogy néha nem kell ennyire őszintének lenni. Szia, Quinn, Nikki vagyok. Arra gondoltam, készülhetnénk együtt a pénteki vizsgára ma este, aztán esetleg... Szia, Quinn! Kell vagyok! Tudtad, hogy felveszi a hangot, ha lenyomod ezt a gombot? Várj, lecsekkolom! Check! Hangjelzés!
Hangjelzés! Hangjelzés! Szia, Queen, Liza vagyok. Arra gondoltam, elmehetnénk. Queen Hímold! Adjál már! Add ide a kagylót, Sally! A hajam! Adok neked üzenetet! Szia, haver! Ahogy vagy? Mikor jöttél? Épp most. Ah, milyen napod volt? Egész jó, mert csajoztam. Ah, légy résen, haver, ezek veszélyes szavak. Nem, mert ő másmilyen. Azt hiszem, van erre egy sokkal jobb kifejezés. Nem, haver, mert ő... értékes. Értékes? Ugyan már jobb a tornász csajnál? Ah, sokkal jobb. Na és a könyvtáros? Uncsi. És az a dögös kis vörös? Nem volt szemöldöke. Hát igen, mindegyiket másért szeretjük, a nők már csak ilyenek. Gyors kérdés. Jó. Miért nem veszel új játékot? Vannak újabb játékok. Nyelvtankönyvek. Üzleti könyv, ami a kezedben van. Ezt nem hiszem. Az üzleti részek a túloldalon. Nézd ezt a barbárságot, ezt nézd meg. Ja. Látod ezt? Ha. Nézd ide. Borzalmas. A 19-es szerint dolgoznak, esküszöm, ilyet nem láttam 84 óta. Kertész és sportkönyvek egymás mellett. Ezt csinál. Nem hiszem el, ezek tényleg mindjárt barbárok. Nem kapták meg a jelentést. Segíthetek? Hívja ide a főnököt. Én vagyok az. Akkor maga, Mr. Sanders? Sanders. Ezt mondtam, ne kötözködjön. És maga? Schlossky. Schlossky? Jack Schlossky. A könyvesbolt ellenőrzési hivataltól. Nem olvasta az L10-es jelentést? L10-es? A Q10-es után küldtük. Q10-es jelentés? Ki beszél itt a Q10-es jelentésről? Hát épp ő. Corporate-ből jöttünk. Ó, oh, Michiganből? Igen, Michiganből. 18 órás autót. Végig brúnyálás nélkül? Megállás nélkül. Ebből talán átérzi a helyzet súlyosságát, barátocskám. Van valami gond? A baj az, hogy nem pakolta át a boltot. Ez a tavalyi elrendezési elv. Én nem tudtam, hogy van új elv. Kutatások bizonyítják, hogy a vásárlás fellendül, ha azokat a könyveket onnan oda pakoljuk, azokat meg onnan oda, és a többi. Fogja meg, ebben van leírva. Most csak viccelnek. Ez véresen komoly, komolyan mondom, vegyen nagyon komolyan. Ha nem hagyja végre, akkor megnézheti magát, és veheti a sátorfáját. Biztosan korporétből jöttek? Igen. Őt a múlt hónapban helyezték át a kanadai irodából. Ó. Ja, ott is van egy olyan hivatal, mint nálunk, csak ők jéghokiznak. Az egész üzletet? Felelősséget vállal a franchise-jogok felrúgásáért! Nem. Megtehetem, hogy bezáratom ezt a kontrát! Így van! Igen! Nagy a hatalma! Hatalmam! A hatalma? Kirúgatom! Az a baj, hogy kicsit kevesen vagyunk. Miért vannak kevesen? El kellett bocsátanom. Kit? Jessica Lindström. Miért? Nagyon lazán értelmezte a munkarendet. Lindström, Jessica, ellenőrizd. Lindström, L-Y... L-I? Igen, aztán D utána. Egy D, ugye? Egy D. Ez túl gyors neked! Maguk randiztak. Ezt meg honnan tudja? A személyes aktájából. Mi tudunk mindent. Mindent? Mindent. Mindent? Kirúgta azt, akivel lefeküdt. Megőrült ember! Egy 100 milliós kártérítést akar a nyakába! Nem, dehogy nem. Ezért azonnal visszaveszi őt! Rögvest! Több pénzért! Ez természetes. Ez nem lehet kérdéses. Most pedig menjen dolgozni. Igen, igen. Tudja mit? Kap egy hetet. Akkor visszajövünk az ellenőrökkel. Jönnek az ellenőrök is? Mm-hmm. A C3-as korporéti szabályzat szerint. P.O. Hmm. Kaphatnék egy névjegyet? Miért is? Tudom már, mire megy ki ez a játék. Hívogatni akar az éjszaka közepén, mert nem érti a szabályzatot. Ho-ho-ho! Felejts el, fiam! Rendben, rendben. Indíts! Rendben. Gyerünk! Mondtam, hogy csináltassunk névjegyet. Tudom. Összeggel! Ha Monet az impressionizmus egyik mesterének tekintjük, akkor vajon hová soroljuk Renoirt és Degas-t, akik...
Ha nem figyelsz rám, akkor semmi értelme. Nem bírok figyelni, olyan unalmas. Tartsunk szünetet. Jó. Hol van a fürdő? Arra, a folyosó végén. Ezek nagyon tutik! Ez nem a fürdőszoba! Ez meg mi? Még nincs kész. Ismerek egy helyet, ahol kiállíthatnál. Kereshetnél egy rakáspénzt. Tudod mit? Ez nem, számomra nem fontos a pénz a festésben. Akkor miért csinálod? Régen rossz, ha ezt nem érted. Na, menj már! Kétféle emberről beszélhetünk. A megfigyelőről és a megfigyeltről. A művészet szubjektív, emlékezzenek. A művészetek mindegyik ága által egy újfajta szubjektív látásmódot sajátíthatunk el az életünkben. Térjünk vissza a múlteti anyagunkhoz. Milyen új élményekkel gazdagodtak a kiállításon? Mr. Andrews? Nos, volt ott egy festő valami, Dylan Thompson, aki szerint a szürrealizmus jóval több, mint véletlenszerűségek sorozata. Sokkal inkább azt tükrözi, hogy az életünk nem mindig racionális. Folytassa. Nos, jól emlékszem az egyik képére. Ha az ember nem lusta hozzá, egy idő után megérti, hogy mit akart kifejezni. Ez így igaz? Hasonlóan, mint akik ítélkeznek, mielőtt még megismernének valakit. Helyes megfigyelés. Most lapozzanak inkább a 621-re. Látod, mit tettél? No, nem tettem semmit. Tanítottál? Tanultam. És száj, tud arról, hogy engem korepetálsz? Igen, igen. Nagyon megértő. Remek. Viszlát. Szia. Hey, Abby. Igen? Kösz a segítséget. Szívesen. Ének az esőben. Imádom ezt a filmet. Én is. Ideig hányszor láttuk már? 30-szor. 32-szer. Kiszámolja. Ki fog engem majd úgy kényeztetni, mint te? Hé, épp ezt akartam mondani. Ez bizarr. Goethe írta. Igaz. Ő írta, hogy az emberek nem azért szeretik egymást, amilyen a másik, hanem amilyennek a másikat hinni akarják. Így van. Na is? Mehet egy angyalka? Mehet. Kész? Egy, két, hár! És te milyennek látsz engem, száj? Egy angyalnak. Ó, tényleg? Ezt nem tudom, hogy egy megátalkodott kis démon vagy. Az vagyok! Fázom. Nézd, hogy csavazik! Na mindegy. Visszakanyarodva a képzelőerő témához, azt hiszem Shakespeare írta valamelyik darabjában, hogy az ítélő képességünk oly ingatag, amennyire a pénztárcánk vastagsága változik. Szia, Jess! Szia! Asta! Te nagyon ki lehetsz nyúlva. Queen kicsit túl teljesítette a feladatot. Raya halára dolgoztat minket, hogy rendbe tegye a könyveket. Jut eszembe, Queen keresett telefonon. Tényleg? Kedveled őt. Nem is igaz. Szerintem ő kedvel. Nem tudhatod, lehet, hogy Randira hív. Nem fog. Miért? Mert azt hiszi, van barátom. Nem mondtad el az igazat szájról? Majdnem. Mégis, mit jelent nálad a majdnem? Hogy száj csak majdnem élő ember? Hogy csak a képzeletedben él? Majdnem. Figyelj, Abby, mi van most éppen szájjal? Hisz tudod, ő mindig mindenhol velem van. Ez Ari volt 5 évesen, de felnőttünk. Queen valóságos. És kedvel téged. Azt fogja inni, hogy megőrültem. Én sem hittem, mikor elmesélted. Mert még csak nagy csoportosak voltunk. Elmondod, jó? Abby,
Elmondom neki. Rendben, rendben menni fog. Muszáj lesz neki. Vigyázz, jövök! Ó, jaj, ne! Ezeket találtam. A világtöri részlegen. Kertészeti szakkönyvek. Nem, nem. Sosem fogjuk befejezni. Kinyírom Quint. Kit? Adjuk. Már végeznünk kellett volna, de még nincs kész a negyedesem. Sikerülni fog, mert egyre kevesebb lesz. Nem, nem fog. És ha nem sikerül, akkor búcsút mondhatok az állásomnak. Na és milyen érzés? Dolgoznod kell hálaadáskor. Nem lehet. Dupla pénzért? Tripla pénzért? Kell, mit csinálsz? Csak megjavítom a kocsid. És semmi baja nincs. Ó. Oh. Figyú, el fogsz késni Abby-től. Gyalog menjek hozzá. Hát, nyilvánvalóan, hisz a kocsi tropa. Egy órája még semmi baja sem volt. Nem-e. Miért nem sétálsz egyet? Holnapra kész lesz. Menj már, szuper. Oh, ez az! Az időutazás lehetséges. Oh. Tessék, kóstold meg a kedvencem. Ó, mi ez? Jobb nem tudni! Jobb nem dobálni! Azt hittem vicces. Igen, az vicces. Ó, apám. A kínai. Ha nem kapok belőle, éhen halok. Ó, fincsi az illata. Túlóráznom kell hálaadáskor. Hogy? Nem, Jessica, megígérted? Sajnálom. Tripla fizut kapok. Szerintetek hülyeség? Nem hülyeség, csak mohóság. Én inkább lelépek. Ne tanuljatok sokat. Jess ellopta a fél vacsorámat. Igen, úgy tűnik. Ah, tessék. Nézd meg a szerencsés sütit, mielőtt ezt is megeszi. Imádom ezeket. És Konfúcius szerint nagyon fontos, hogy meglássuk azt is, ami szabad szemmel nem látható. Ez meg mit jelent? A gőzöm sincs róla. Száj, miért csomagolsz? Érzem, ha felesleges vagyok. A tegnap este miatt. Remélem, boldogok lesztek. Quinnel? Persze, hogy Quinnel. Ha összetöri a szíved, akkor... Akkor mi lesz, ha? Ledöfödött a képzeletbeli kardoddal. Hé, vigyázz! Sajnálom. Szerintem ő egy nőfaló, egy báránybőrbe bújt farkas. Nehogy eltedd a szobrot, ez az enyém! Együtt vettük, a tévét megtarthatod, mert túl nagy. Rendben, állj, üljünk le! Figyelj ide rám, nem foglak elhagyni miatta, rendben? Megígéred? Akkor bizonyíts be. Jó, de bizonyítom. Miért kell olyan sok időt töltened mostanában ezzel a tökkelütöttel? Miért nem adott kölcsön a könyvedet? Tud olvasni, ugye? Eltévedtem. Várj, lehet, hogy én vagyok rossz helyen? Miért történik folyton ez?
És Quinn itthon van? Igen, igen, igen! Rendben, szóval mindketten jó helyen vagyunk. Remek! Nos, mi már találkoztunk a könyvesboltban. Melyik boltban? Tudod, a Bordersben. Hogy néztem ki? Úgy, ahogy most. Mármint volt rajtad nadrág. Ó, nadrág. Ezek alapján lehettem én is. Igen. Na, gyere. Te vagy az a művészeti csaj, aki segít Quinnnek tanulni? Igen. Az a csaj, akinek egy fura nevű barátja van, igaz? Igen, száj. Ez nem fura név. Megkérhetlek, hogy add ezt át Quinnnek. Rendben? Aha. Nem, tudod mit? Nem. Nem, ez nem jó ötlet. Nem, sűrűn elvesztek dolgokat, és amikor nincsenek meg Quinn, mindig bepöccen. És amikor bepöccen, ordibál. És azt nem bírom. Így jobb lesz, ha személyesen adod oda. Jó? Rendben. Jó, az álcád. Kérsz egy csirkés szenyát? Én készítettem. Én... Szia! Nem szóltál, hogy jössz. Igen, tudom, én Kelvin engedett be. Semmi baj. Kérsz valamit enni vagy inni? Kell, csinált egy kis csirkés valamit. Nem, tulajdonképpen én csak ezt a könyvet, ezt hoztam neked. Szuper, itt tanulunk? De arra gondoltam, hogy akár egyedül is feldolgozhatnád. Te fel akarod rúgni az egyességünket? Nem. Jó. Na, akkor itt jó lesz. Tudjátok mit? Inkább elmegyek kicsit sétálni a szobámba. Remélem nem miattam mész el. De igen, csak is miattad megyek, de ne aggódj. Olyan furcsa szétülök. Hát örülök, hogy láttalak. Én is örülök. Abby. Úgy is jó. Egy kicsit... Furcsa. Azt hiszem, szépen szóval inkább... Erre vagy erre. Terhet. Rendben, akkor a 203, egészen a 205-ösig, és a 207-es eleje, és még... Na jó, ennyi elég is lesz. Rendben. Éhes vagy? Nem, köszönöm. Egyáltalán nem eszel? Nem vagyok éhes, de kösz. Nézz a szemembe, és mondd, hogy nem vagy éhes. Gyerünk, majdnem sikerült. Quinn, egy kicsit. Kicsit éhes vagyok. Jó, menjünk enni. Azt akarod beadni nekem, hogy Fermer csak másolta a festményeit? Kamerát használt. Fermer a 17. században élt. Akkor még nem voltak kamerák. Kamera obszkúrát használt, a kamerák elődjét. Gyakorlatilag rávetítette a képet a vászonra. Csodálkoznál, hogy hány 17. századi festő folyamodott ehhez a módszerhez. Csak gondolj bele. Megbíznak, hogy fess le egy nagyhatalmú herceget. Vagy püspököt. Egyszerűen nem kockáztathatsz. Na jó. Gondolj a fényekre. A perspektívára. Az alakok többsége a festményeken balkezes. Na és akkor? Az emberek többsége jobbkezes. Mi a tükörképét látjuk az eredetinek. Hová lett az a fiú, aki semmit sem tudott a festészetről? Vele könnyebben boldogultam. Ő már történelem. Parancsoljatok. Majd én... Kérlek, én fizetek. Köszönöm. Mutatni szeretnék valamit. Mutatni akarsz valamit? Meglepetés. Inkább ne, kösz. Nem szeretem a meglepetéseket. Ezen változtatunk. Szeretném, ha befogadnád ezt az újfajta élményt. Rendben? Gyere! Néhány helyi művész szokott itt kiállítani. Körülbelül havonta egyszer. Gondoltam, ezt megnéznéd. Hogy bukkantál rá erre a helyre? Jöttem a fülem után. Tetszik. Aha. Sokféle banda szokott itt játszani. Jövő héten a Braids lesz. Tényleg? Őket szeretem. Az jó. Miért nem nézel szét egy kicsit? Én szerzek innivalót. Rendben. Elnézést. In the world, why I lost this place.
Egy időben rettegtem a bohócoktól. Bár gőzöm sincs miért. Talán a Stephen King film, az biztos, hogy rátett egy lapáttal. Szerintem fantasztikusak. Kösz. Te is festő vagy? Még csak tanulom a dolgot. Ne aggódj. Nekem is időbe tellett, míg kimertem mondani, hogy az vagyok. Hiverna, gyere ide egy kicsit! De mindenképpen el kell jönnöd. Na, gyere már! Aj, nem legyek, nem. Igen. Hé, hey. Tessék. Minden rendben? Én inkább most megyek. Jó, rendben. Megyünk. Jó. Quinn! Köszi még egyszer. Visszafizetem. Tudom, nyugi. Hát akkor jó szórakozás nektek. Gratulálok a barátodhoz. Gratuláltak a barátodhoz. Pedig nagyon bejött neked ez a hely. A lány csinos volt. Féltékeny vagy? Nem. Mert ezt a lányt már vagy 1000 éve ismerem. Az anyja beteg is. Nemrég adtam neki kölcsön. Ennyi. Gondolom most sietsz haza. De még ráérek. Remek. Jöhet egy újabb meglepetés? Nagyon szép. Aha. Hé, az ott Kelvin! El az utamból! Hé, te ott, haver, húzz el! Nem, ő a zombik királya. Tűnés a jegyedről! Korcsolyázol? Húzz el! Igen, elég jól korizok. Remek. Akkor megtaníthatsz. Elhoztál ide úgy, hogy nem tudsz korizni. Te tényleg nem tudsz korizni, igaz? Nem hazudtam neked. Na jó, én szeretnék... El kell mondanom neked valamit szájról. Micsodát? Hát... apám! Na jó. Mit akarsz mondani szájhoz? Hogy... Valamit el kell mondanom. Feltétlenül. Hé, te vagy a szaver! Mégis, ki más lenne? Sosem lehet tudni. Egy perc és végzek. Csak dobok egy barnát. Gondolkodtál már azon, miért mondjuk, hogy dobok, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy hagyok egy barnát? Hisz miután kinyomtad a cuccot, nem repül sehová. Azt hiszem, agyadra ment a magány. Van időm elmélkedni. Attól függ, mit nevezünk elmélkedésnek. Igen. Kell. A lámpa. Quinn, a lámpa. Most meg miről beszélsz? Azt hittem, rémkeresőt játszunk. Nem, csak oldsd el a lámpát. Nem, túl fáradt vagyok. Mellette jöttél el. Ebből is láthatod, milyen fáradt vagyok. Oh. Hé, figyú, amíg a budin ültem, gondolkodtam. Te örülsz, hogy nem lettél nő? Mi? Mármit ne érts félre, jó lenne, ha atomnagy dudáim lennének, de... A csajoknak muszáj találniuk egy retyót, még nekünk az egész világ egy óriási nagy budi. Vágod? Őkkel, hát ez... Nagyon bölcs volt. Ki mondta ezt, Nietzsche? Mi? Nem. Haver, én mondtam. Olcs már le a lámpát! És? Hogy van, Tevi? A neve Abby. Azt mondtam, Tebi! Kedvelem. Szuper! És? Mit fogsz lépni? Nem tudom. Nagyon tetszik,
De van már barátja. Á, értem. Figyú csak, beszélt nekem a csókáról, és nagyon menő. Ó, igen, tutira semmi esélyed, haver. Ah, remek. De azért veled kavargott ma. Igen. Szóval lehet, hogy átnyergelne valaki másra, mármint... Még ha a pasia... A világ legmenőbb baca is. Ezt ő mondta? Ó, igen, elment, hogy... Várjunk csak, lehet, hogy ez a tévében volt? Nem emlékszem. Remek. Kell! Ha szilánkok! Csak akkor gáz, ha rájuk lépsz. Na jó, összeket. Áó! Jó reggelt, szépségem. Jó reggelt. Késő jöttél tegnap haza. Azt hittem, csak a házi feladatában segítesz. Abban segítettem. Ah, igazán? Na, a jégpályám. Az randi volt? Nem randiztunk. Nézd, ez elég kínos nekem. Sosem kellett egy igazi férfival megküzdenem, érted? Ezt nem most akarom megbeszélni veled. Jó. Nos, legközelebb, ha kellek. Lehet, hogy én már rég mással leszek. Sokat kérek. Szia! Ó, szia, hogy vagy? Vettem két jegyet a Brightra ma este. Jegyet vettél? A ház ajándéka. Kösz. Nem érek rá. Tényleg, én azt hittem, hogy tanulni fogunk este. Igen, tudom, fogunk is, csak hát én már megígértem Szájnak, hogy elmegyek vele valahová. Rendben van. Remek. Akkor, hát találkozunk a suliban. Rendben. Nyitva van! Elég szarul festesz. Kösz szépen. Egész éjjel könyveket katalogizáltam. Hé, Abby itthon van? Hadd kérjek valamit. Mesélj nekem Szájról. Mit? Hát tudod, hogy néz ki, milyen a stílusa? Száj olyan... Hát nehéz ő csak így leírni. Miért? Itt van folyton, nem? Hát... Állandóan dolgozik. Tényleg? Mi a munkája? Nem lehet ilyen bonyolult. Nem az, csak szóval ő... Igen? Nem szeretném, ha rosszul éreznéd magad miatta. Miért érezném rosszul magam? Csak mert... Mert... Mert ügyvéd. Hű. Ez imponáló. És milyen ügyvéd? Hát... Fantasztikus. Ismerik a dörgést. Könyvek a táskában. Nincs beszélgetés. A dolgozat után kiderül, hogy kin érdemes segíteni, és ki az, aki reménytelen eset. Hey! Szia! Na, hogy sikerült a dolgozatod? Szerintem egész jó. Ennek örülök. Miért nem árultad el, hogy Száj ügyvéd? Én nem tudom. Jess mondta el. Igazán? Akkor? Hát, már tudod. Arra gondoltam, hogy esetleg felhívhatnám. Kérnék tőle pár tanácsot a felvételivel kapcsolatban. Jó, hív csak fel. Jó, de mi a száma? Tudod, ő egy nagy ügyön dolgozik. Tényleg? Melyik ügyön? A kormánynak dolgozik, szóval tudod, tudod. Értem már. Jó, hívjon fel ő. Jó, majd én szólok neki, hogy hívjon fel. Abby! Igen? Hová mész? Ja, igen, rossz irányba, arra van az órám. Tudod, mit gondolok? Hogy lazítanod kell. Nem kell lazítanom. De igen, megérdemled a pihenést. Nem, jól vagyok!
Nem gáz, hogy itt hagyjuk a cuccunkat? Nem, tedd csak le. Add a kezed. Jó. Na, mire kell az elemlámpa? Hogy lássunk a sötétben. Ah. A sötétben? Aha. Hey, hová hoztál engem? Ó, ez... A fenébe. Az elemlámpa. Bedöglött az elemlámpa. Te jó ég! Ne hagyj itt egyedül. Nem fogsz eltévedni. Ez a dinoszaurusz kiállítás, ami csak a jövő hónapban fog megnyílni. És szabad ide bejönni? Nem nagy kaland. Aha, mert én nem hiszem, hogy jó ötlet volt. A haverom nagy el, a biztonsági őr. Azt mondta, ha nem nyúlunk semmihez, bejöhetünk. Bíz bennem. Ez a hely olyan lenyűgöző. Megmondtam. Hátborzongató, mi? Igen, ez lenyűgöző. Shh. Mi az? Talán csak nagy el, várj. Rendben. Mégsem nagy el. Hogy? Fotás! Kérlek. Jó, azt hiszem elment. Gyere, erre menjünk. Rendben. Van valami innivalód itthon? Találsz üdítőt a fagyasztóban. Kösz. Mi az, jól vagy? Szia, szépség! Igen, én csodálkoztam, hogy mennyi van. Képzelem, hány naív ártatlan lány csalogatott fel a bűnbarlangjával. Azzal a dumával, hogy segítsenek a leckében. Nem iszol? Nem. Nem iszom. Tulajdonképpen nem biztos, hogy valaha az életben iszom még. Felőlem. Én... Sajnálom, hogy ez a hely kész leprot, anya. Nem vártam ma senkit. Szerintem az utolsó nő ebben a lakásban... Kell anyja volt. Mese habbal. Tényleg? Mhm. Queen, szerinted nem fantasztikus, hogy a szürrealisták életre keltik legvadabb vágyainkat? Válaszolj, ne Andervölgyi. De... Lenyűgöző okfejtés. Olyan, mintha egy idegen nyelven beszélnének, amit értünk, bár nem tudjuk hogyan. Ezt meg honnan vetted? Ez gyönyörű volt. Kösz, hogy hazakísértél. Nincs mit. Szívesen tettem. Figyelj, ha száj éppen nincs a városban, és kellene egy grállovag, hívj nyugodtan. Ezt nem utaztam sehová, nagyon is itt vagyok. Majd szólok. Tudod, arra gondoltam. Szóval biztosan rengeteg programod van már, nyilván elég érkeztél hálaadásra, de ha mégse... Valójában én Kelvinnel fogok sörözgetni azt. Evég, kérlek, meg ne hívd őt a hálaadásra. Volna kedved velem tartani a szüleimhez hálaadáskor? Biztos, hogy ezt akarod? Igen, egész biztos. Na és száj? Igen, vele mi lesz? Tudod, száj angol. Nem értékeli a hálaadást.
Meghívtad, hogy menjen veled a szüleidhez? Igen, de fogalmam sincs miért. Tök mindegy, jó ötlet volt. Jess, gyere már. Nem látod, hogy kávészünetet tartok? De csak hát már holnap hálaadás van, és még a feléve sem végeztünk a boltnak. Te most azért szakálsz itt engem, mert régebben együtt jártunk? Nem, de... Talán felhívjam korporétet? Nem, semmi baj, csak iszogassál, aztán ha végeztél, gyere oda majd. Ez jó volt. Mondd csak, hogy álltok jelenleg szívügyek terén Quinnel? Köszönöm szépen, jól. Hát, nem egészen erre a választra gondoltam. Ő nagyon helyes. Nem mondtad el az igazat szájról, ugye? El akartam, de aztán... Szerintem ideje lenne szájt elfelejteni. Nem. Ez nem ilyen könnyű. Dehogy is nem. Nem könnyű. Gondolj magadra, Jess. Nem akarlak megbántani ezzel, de idáig az összes kapcsolatod zátonyra futott. Abby, az, ha egy képzeletbeli fiúd van, ennél sokkal, de sokkal gázosabb. Jól van. Ez pont olyan, mint a képek, amiket készítesz róla, tökéletes. Na, ideje lenne, hogy olyat fess, aki él. Aki épp kézláb. Tudod, aki lélegzik. Hé, éppen a portrémat tépett darabokra. Nem, ez értéktelen. A munkáim mind rosszak, élettelenek. Nem azok. Csak nem hallgatsz egy bukott eladóra. Mit mondtam neked az emberekről? És ha igaza van, mi lenne, ha inkább élő embereket festenék? Ó, mint Queen. Persze, én élettelen és uncsi vagyok, bezegő duzzad az életerőtől. Nem ezt mondtam. Nézd, hadd mondjak valamit. Ha? Már kicsit beleuntam ebbe az érzelgős, figyelmes, de impotens figurába, aminek anno engem megálmodtál. Ó, szépségem hozzád, senki nem elég jó. Pedig hidd el, nélküled is jól boldogulok az életben. Igen, ebben teljesen igazad van. Minden jóval felruháztalak. Talán olyas valakire vágyom, aki... Ne fejezd be, jól értettem. Tudod mit? Megkeresem azokat a barátaimat, akik szerint nem vagyok élettelen és unalmas. Milyen barátaidat? Én találtalak ki. Te tényleg azt hiszed, hogy csak te álmodozol rólam? Tömegesen vannak olyan magányos nők és néha férfiak is, akik rólam álmodnak, igen, akik elárasztanak a szeretetükkel. Talán nem is olyan cukik, mint te vagy, de Millie Minnesotából egész helyes lány, leszámítva az akcentusát. Millie Minnesotából? Remélem, hogy egy felejthetetlen délután töltesz el a neandervölgyi barátoddal. Köszönöm. Jut eszembe. Utálom a romantikus filmeket. Remek! Jól van, szép fiú, kezdheted! Gyerünk, lődd el! Ó, nem rossz, jó. Tudsz te jobban, gyerünk, főnök! Lássuk, le tudod-e győzni a nagy kanadait! Jól vagy? Jól vagyok, te nyápic! Verj be egyet, gyerünk már! De az előbb telibe találtalak. Meg se éreztem, gyerünk te kis ovis, lőd már el! Kanada! Érted teszem, édes szülőföldem, gyerünk! Abbyhez megyek hálaadásra. Ez jól hangzik. Te, ő és az ügyvéd? Ő nem jön. Ó, ravasz, most végre rámozdulhatsz a csajára. Ugyan már kell, tudod, hogy nem fogok. Csak barátok vagyunk. Tudod, mit gondolok? Minden barátságnak indul, de aztán tudod, hol kezdek fel? Jól vagyunk! Nyugi! Megvan! Megvagyok! Mindig ezt történik. Segítse! Belegabajodtam, de... Megvan! Na jó, nekem mennem kell. Hogy? Hé! Mi lesz a lakománka? A sör meg a szalonna. Hisz hálaadás van. Inkább Abbyvel megyek. Passzolod a szalit? Jobban érdekel, mint a szalonnád. Ez már szerelem? Viszlát, haver! Hé, figyú, ha itt hagysz engem, hülyének néznek! Na, jó, mindegy. Rendben. Parancsolj. Oh, köszi. Ez a tiéd. Feltéve, ha elfogadod. Igen, hát persze. Köszi, még soha senkitől nem kaptam virágot, köszönöm. Tényleg? Ó, hát tudod, mármint szájon kívül.
Hát persze, száj. Ezeket vedd úgy, mint a hey, Abby, boldog hálaadást virágoknak. Én hülye. Szeretném, ha egy újfajta élményként állnál hozzájuk, rendben? Melyik a házatok? Rá fogsz jönni. Egy kicsit komolyan veszik, nem? Igen. Látnod kellett volna a fokhagyma fesztiválkor. Mikor? Ó, hát... Majd elmesélem. Csöngetsz magatokhoz? Igen. Óvatosságból. Boldog hálaadás! Szia! Gyertek be, gyertek! Szia! Az apád azonnal kész lesz. Úgy örülök, hogy újra látlak, Quinton. Ó, nézzenek oda, de jó! Mary Louise, hol a pulyka fejem? Oh. A padláson a Frankenstein jelmezed mellett. A padlás? Igen. Gyertek, készítettem nektek egy kis ünnepi pulcsot. Oh, rendben. Előre szólok, hogy nagyon éhes vagyok. Vigyázat, pulyka érkezett. Vigyázz a farkamra. Ezt még itt ellopom. Ó, George! Ha még egyszer ezt csinálod, megkérem Quintont, hogy kötözzön az asztalhoz, és egy falatot sem kapsz. Ráadásul szerintem, ha egy pulyka pulykát teszik, az már kannibalizmus. Hű. Maguk mindenfelé jártak. Igen, beutaztuk az egész világot. Abby, miért nincs a képeken? Mert általában ő csinálta a képeket. Itt éppen a Grand Canyonnál voltunk. Abby, mikor voltunk a Grand Canyonnál? Én sohasem voltam a Grand Canyonnál. Ó, igen. Őt általában Edda nénikéjénél hagytuk. Erről eszembe jut egy vicc. Ó, Quinn, gyere csak! Miért tartóztatja le a rendőr a pulykát? Majd jövünk! Hová mentek? Nem sokára kész a vacsora! Azért, mert még nincs rá vadászidény. Ó, apukám. Ez egy jó vicc, drágám. Bocs, hogy így kirángattalak bentről. Tudod, apám nem tud viccet mesélni. Na mindegy, ez az a hely, ahová elmenekülhettem. A szüleim. Igen. Elől. Megértelek. Apám pszichológus. Komolyan? Igen, pszichoanalizál mindenkit. Kell már évek óta nem járt nálunk apa miatt. Meg tudom érteni. Igen, elég nyilvánvaló. Hintázzunk? Hintázzunk, igen. Az emlékeimben ezek sokkal nagyobbak. Elég rémisztő, hogy felnőttünk, nem? Igen, az, ugye? Na és errefelé lógtok, Mr. Tökéletessel? Féltékenység? Nem vagyok féltékeny. Valaki féltékeny. Imádtam a körhintát. Én utálom, felfordult tőle a gyomrom. Viccesz velem? Utálom a körhintát, baromság. Gyere! Egy kört, légy szí. Nem. Fél percre. Ne! Fél percre, gyere, ne, ilyen rövid idő alatt nem lehetsz rosszul. Fél perc és már mehetsz is. Rendben. Jól van, de lassan. Lassan. Még el sem indítottam. Már így is túl gyors. Majd most. Ne, kérlek, még ne. Még egy kicsit. Már szédülök. Még egy kicsit. Hányni fogok. Ne, kérlek, ne. Nem is gyors. Nyugalom, semmi bajod sem lesz. Nyugalom. Az a legfontosabb, hogy mielőbb elállítsuk a vérzést. Ez most annyira céki. Sajnálom. Nyugi, Quinn, szanitész voltam Vietnámban, láttam rosszabbat. Apa, hagyd! Nem hiszem, hogy szükség lenne most erre. Gyerekkoromban sohasem sérültem meg. Bezzeg most. Abby örökké tele volt horzsolásokkal és foltokkal, amikor még gyerek volt, persze mindig szájra fogta. Anya, hanyagoljuk a témát, létszi. Na és száj, ő is megsérült? Anya, krumplit süt szépen, igaz? Mi? Nem akarod, hogy odaégjen, ugye? Száj sosem sérült meg. Igen, igen. Érzem, hogy tűz van. Ó, te jó ég. Igen, valami tüzet fogott a konyhában. Dehogy, semmi sem ég. Te megint csak képzelődsz, kicsi. Nem, anya, nem képzelődsz. Na, és hogy van száj? A tökéletes képzeletbeli barátja. Mondd csak, hány éves voltál, amikor kitaláltad őt? Ó, drágám, nézd a húst! Odafagyott szegény gyerek fejéhez! Jézuskám!
Óvatosan! Ne fesd az ördögöt a falra! Ne rémizd meg, szegény! Ne rémizd meg! El akartam neked mondani. Képzelem. Megengednéd, hogy meg... Magyarázd? Hogy miért hazudtál? Hogy olyas valakivel riogattál, aki nem is létezik? Bűntudatom volt miatta. És amiatt, amit érzek. Azért, mert elhitetted velem, hogy van egy barátod. Nem miattad találtam ki. Éppen erről akarok beszélni. Kérlek, hallgatlak. Nem volt egy barátom se, aki megérthette volna, hogy milyen nehéz felnőni. Úgy éreztem magamat, mint egy családi kellék. Nem tudom, hogy te voltál-e igazán magányos életedben. Mert én voltam. Mikor szájról hallasz, ő valójában azt a világot jelenti, ahová elmenekültem. Nem tudom, mit mondjak. Sajnálom. Sajnálom, amiért. Sajnálom. Most inkább megyek. Igen. Jobban teszed. Abby. Ez a tiéd. Somehow I got myself wound up in you. Come in! Hey, haver! Segíts nekem, engedj le! Léci haver, fejembe szállt a vér, kezdek marára szétülni! Igen, az ott egy 10 centes! Idővel majd elfelejted, én itt leszek melletted. Korábban még sosem estél bele egy igazi pasiba. Sosem bántott meg senki. Igen, de nem is szeretett soha senki. Mindennel elégedett volt? Igen, tetszik az új rendszer. Ó, örülök. Boldog hálaadás. Köszönöm. Megjöttek az ellenőrök, korporétből engem keresnek. Nekem tetszik, Bella. Igen, szerintem is. Nagyon dühösek? Ryan, mondanom kell valamit. Mit? Elnézést, hölgyem. Szóval a két korporéti fickó... Nem is korporéti. Nem azok? Az unokatesóm és a szobatársa. Az unokatesót korporéti? Nem. Csak kitalálta, hogy visszavegyél ide. Figyeljen, ez a pénztár most... Nyitva van. Maga Ryan Sanders? Ryan Sanders. Bejelentést kaptunk, hogy az ünnepekre önhatalmúan rendezi át az üzletet. Meg tudom magyarázni. Ez lenyűgöző. Ez főképpen az ő... Lenyűgöző. Igen. Őszintén mondják. El vagyunk tőle ragadtatva. Nagyon is. Mi Ryan-nel közösen találtuk ki az egészet. Ha így áll a helyzet, akkor hadd gratuláljak önöknek. Cégünknek több ilyen asszertív dolgozóra lenne szüksége, mint maguk ketten. Szemmel tartjuk magukat. Nem sokára megüresedik egy regionális igazgatói állás. És örülnénk, ha majd az elbűvölő asszisztense venné át itt az ön helyét. Tudod, learadhattad volna a babérokat,
Egyedül is. Ezt együtt csináltuk, Ryan. Csapatban. Igen, ebben igazad van. Tudod, ezekhez a könyvekhez csak érzéssel lehet nyúlni. Figyelj rá oda. Vicces vagy. Van humorod, tényleg? Vegyesek az érzéseim magukkal kapcsolatban. Néhányuknak sikerült meglepnie engem. Míg mások csalódást okoztak. A többség persze a várakozásaimnak megfelelően teljesített. Oh, hey Quinn! Quinn, milyen jegyet kaptál? Hűha, jeles, gratulálok! Betartottuk az egyességet. Igen, mikor kezdtünk felkészülni a szigorlatra? Jobb, ha külön készülünk fel. Mit művelsz? Átfestem. Mire? Azt még nem tudom. Ez egy kissé még kókadt itt. Ez meg sáros lett. Olyan jó lenne, ha néha Abby is kijönne. És elhozhatná a barátját is, Quint. Ó, hát nem lenne csodás. Ó, igazán megkedveltem. Nekem is szimpatikus. Na és magas. Minden újra olyan lesz, mint régen volt. A mi kapcsolatunk sosem volt reális szál. Nem tudsz átölelni. Vagy megcsókolni. Az a helyzet, hogy... Az van, hogy... Az a helyzet, hogy itt az ideje elbúcsúznunk. Tudom. Ezt sem tudom képzelni nélküled az életem. Mindig ez van. A kislányok felnőnek és elhagyják a képzelebeli barátaikat. Sajnálom, amiért úgy ragaszkodtam hozzád. De nem akarom, hogy tovább szenvedj. Hiányozni fogsz. Te is hiányozni fogsz. Sok szerencsét, Quinnel. Vissza fog jönni hozzád. Nem csak tudom. Ne erőszakoskodj vele, ha nem akar romantikus filmeket nézni. A pasik nincsenek odaértek. Száj! Köszönöm. Kicsim, de jó, hogy eljöttél. Szia. Sokkal jobb, hogy te is itt vagy velünk. Ideje, hogy kipróbáljak valami újat. Hé, hey, készen álltok? Persze. Igen. Rendítsük. Drágám, ez nem igazán hatásos. Ó, dehogy is nem. Várj ki az estét, a sötétben az lesz.
Tuti, nem adoptáltatok? Én is szeretlek, kicsim. Beszélhetünk majd a barátodról? Ó, drágám, majd karácsonyra őt is magával hozza. Ha meggondolod magad. Szia! Popüzés! Szalonna! A szalonna! Tartsuk. Kész is van, megcsináltuk. Kell. Mit csináltok? Hé, mi a pálya? Ő a bratyom Jasper. Ő ott, ő meg a mostohán féltestvérének a fia, Darby. Ahogy mondod. Hogy smint, Mézu haver. Egy kicsit kiültünk ide komponálni. Ki akarunk adni egy lemezt? Lynn Jones és az agyalágyultak. Állatok vagyunk. Találó, marhára hideg van itt. Igen, de szerintem a hideg segít a komponálásban. Na és? Hogy megy a csajozás, haver? Mint egy elcseszett valóságshow. A sirály, nem? Nem kell, nem sirály. Előfordult már valaha az életedben, hogy az egyik éneked egyetértett a másikkal a fejedben? Hát gőzöm sincs, nem kérdeztem őket. De azt tudni akarjuk, miért pattintottad le Abby-t? Miért hagytad ott Abby-t? Ez az! Hagytad ott Abby-t! Hosszan Abby-t, Abby-t! És most ő is itt hagyott munkát. Mennem kell, mert most berágott rám. Mennem kell, mert berágott egy lány miatt, amiatt a lány miatt. Mert éhes vagyok! Elment. Én próbáltam. Ugyan már, haver, te nem tudod elkötelezni magadat. És ezt egy olyan mondja, akit már elköteleztek, hagyd, hogy a szerelem irányítson. Ennek annyi értelme volt, mint kamikázén a biztonsági övnek. Hé, na ide figyelj, attól, hogy valaki kamikáze, még utazhat biztonságosan. A kamikázék öngyilkos pilóták kell. Ja, ők elkötelezettek. Nem értesz meg. A barátját csak ő találta ki. Nem is létezik, csak a fejében. És? Gyerekkoromban a szomszéd srác képzeletbeli barátja volt. Ez nem vicces. Ja, hát nem is volt az. Sosem mehettem be hozzájuk, mert képzeletbeli voltam. Pokoli nyaram volt. Kell, legalább 2 percre hallgass. Tökéletes nő nem létezik, haver. Ilyen nem létezik. Én csak azt tudom, hogy amióta megismerted, boldogabb vagy, mint bármikor. Hát, most nem vagyok az. Talán azért, mert itt ülsz a nappaliban, és velem beszélgetsz. Jess, tudod, hol találom Abby-t? Hát itt nem. És tudod, hol van? Nem. De nem hiszem, hogy még látni akar. Száj miatt? Nem, miattad. Miattam? Te vagy az első igazi pasi, akit szeret. Erre az első gubancnál ott hagyod. Jess, segíts, meg kell őt találnom. Elnézést. Azon tűnődtem, hogy megvan-e maguknak a könyv a párzási szokásairól az afrikai ganajtúrobogaraknak. A pontos helyét is megmutatom. Rendben. Akkor megkeresem, de kérlek, szólj, ha felbukkan. Köszönöm. Abdul. Oh, ja nem, igazából Jess vagyok. Úgy még jobb. És te? David. 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 Tetszik a neved?
Vigyázz! Na! Szóltam! It felt good to see you again. Then it all washed away. I can't explain how I miss you. If I'd only known how much this would hurt, how I would be craving to be in your world. Now I know. Should have never let you go. Abby! Láttam a képet. Igazi modellt szerettem volna. Ezt kinek hoztad? Neked. Feltéve, ha... szájnak nem jelent gondot. Szakítottunk. Nem vagyok tökéletes. Nem érdekelnek a tökéletes pasik. Magyar hangok. Huszárik Kata, Hujber Ferenc, Mezei Kitti, Lux Ádám, Mózer Károly, Zsurs Kati, Szokolai Ottó, Holnándor, Faragó András. Magyar szöveg Boros Karina, hangmérnök Nikodém Norbert, vágó Darók Attila, gyártásvezető Németh Tamás, szinkronrendező Nikodém Gerda. A szinkron az SPI International megbízásából a Film Sound stúdióban készült 2007-ben. Az 5.1-es hangot készítette Nikodém Norbert. Hold me here beside you now.